Üdvözlöm dr. Fazekas Sándor fölügyi kormánybiztos, korábbi fölművelésügyi minisztert. A mai nap folyamán kerül sor itt Karcagon időközi önkormányzati választásra. Miért fontos ez Karcag életében, és miért fontos az, hogy az emberek elmenjenek és szavazzanak? A Kunság mindig az önkormányzatiságra épült, és Karcag is büszke volt önkormányzati hagyományaira, és ma is büszkék vagyunk arra, hogy olyan saját helyhatósággal rendelkezünk, amely az élet legkülönbözőbb dolgaiban is képvisel bennünket, eljár az ügyeinkben, amely a város fejlesztésében elkötelezett. És sajnálatos veszteség, Dobos László polgármester úrnak elhunyta miatt van most időközi választás. Én bízom abban, hogy bár általában az időköziken a részvétel alacsony, Karcag ebben is példát mutat az országnak, és sokan fognak eljönni szavazni, választani. Bízom benne, hogy Szepesi Tibor, a Fidesz KDNP jelöltje fogja majd a szavazatok döntő többségét megszerezni, és abban a körzetben is, amit polgármester úr Dobos László a korábbi időszakban teendői mellett egyéni választókerületként is vitt, szintén bízunk abban, hogy sokan jönnek el szavazni, és Pintér Zoltán doktort fogják támogatni a gimnáziumnak a tanárát, aki abban a körzetben él, aki fölvállalja az ott élők gondját. Én arra számítok, hogy bár a részvétel lehet, hogy nem lesz olyan magas, mint általában lenni szokott, de mégis országosan is a időközikhez képest Karcag egy jelentős érdeklődést tud majd felmutatni.